Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. Szerelmemért feláldozom az életet, szabadságért feláldozom szerelmemet. Petőfi Sándor költő a világirodalom egyik legismertebb alakja. Költészetében a magyar romantika kiteljesítője. Szerelmi költészete, forradalmi versei, tájköltészete egyedi, a nép nyelvét emeli be a verseibe. Legismertebb verse a Nemzeti Dal, mely 1848. március 15-én tömegeket mozgatott meg Budapesten a forradalom kirobbanása napján. Talpra magyar, híja haza! Itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés. Válasszatok. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Születésének 200. évfordulójának évét a magyar kormány Petőfi 200 emlékévnek nyilvánította. A Népfőiskola Alapítvány és az Ankarai Központú Türksoly a Türk Nemzetközi Kulturális Szervezet együttműködésében hirdették meg azt a műfordítói pályázatot, amelynek összdíjazása 20 ezer dollár volt. Azerbajdzsánból, Kazasztánból, Kirgizisztánból, Törökországból, Türkmenisztánból és Üzbegisztánból várták a jelentkezőket Petőfi versek fordításaival. A pályázat nyertesei 2023. márciusában meghívást kaptak Magyarországra az 1848-as forradalom emléknapjára, valamint az ünnepélyes díjkiosztó eseményre. Lezsák Sándor, a Lakitelek Alapítvány elnöke, a Magyar Országgyűlés alelnöke fogadta a pályázat nyerteseit Lakiteleken, a Hungarikum Ligetben. Az első napon megérkezett Ramil Ehmed Azerbajdzsánból, Dauran Beriggazuj Kazasztánból, Toluk Begbajzak Kirgizisztánból, Durzun Ayan Törökországból, Ahmirat Rejebov Türkmenisztánból, valamint Rustam Musurmon Üzbegisztánból. Azerbajdzsán másik győztese Baris Kavid Mövsümlü később csatlakozott a vendégekhez. A Magyar Forradalom emléknapjához kapcsolódóan több ünnepi rendezvényre, szoboravatásra is meghívást kaptak a műfordítók. A pályázat részeként egy kötelező feladatot szabott meg a pályázat kiírója, hogy Petőfi Sándor Szabadság, szerelem című versét mindenképpen le kell fordítaniuk a jelentkezőknek a saját nyelvükre. Ezt a verset minden győztes elszavalta a saját nyelvén a magyarok egyik legnagyobb ünnepén, március 15-én. Azatlık ve eşk. Azatlık ve eşk. En önemli iki söz. Eşkim için azatlığımı, azatlığım için eşkimi kurban veririm. Azatlık ve eşktir beni yaşadan. Hiç olar onlarsız öten ömür gün. Eşkim için veririm şirin canımı. És kimse kurbandır, azatlık için. Hagan kerek, hos handık, mahabat ben, bostandık. Şanım berim, mahabattın sonunda. Mahabatım, barakta, bostandıktın yolunda. Şandor, Petefi, suyu cana erkindik. Bağrından mağa en gerek
сүйүү жана эркиндик. Сүйүү үчүн керек болсо өлүмгө да барамын. Аз сүйүүнү эркиндикке, курмандыкка чаламын. Рахмат. Özgürlük ve aşk. Bana ikisi gerek. Aşkım için feda olsun hayatım, özgürlük içinse aşkım. Sandor Petöfi, adatlık hem sevgi. Adatlık hem sevgi, men için bağır da, men pidalar çekip yetmeye tayin, adatlık uğruna aşkım seni kurban ederim. Adatlık, muhabbet. Bu adatlık, bu muhabbet, en uluğ, en aziz nimet, muhabbetim, sevgim için ikkilenmey biremen can, azatligim, irkim için muhabbetim kılgım kurban. A magyar emlékezők meghatódva, kissé megilletődve hallgatták a műfordítókat, majd hatalmas tapssal köszönték meg a munkájukat és azt, hogy szeretettel, alázattal fordultak Petőfi Sándor életművéhez. Lakiteleken részt vett a rendezvényen Szurtán Lejev, a Türksoly főtitkára, aki beszédében tisztelettel emlékezett a magyarok szabadságért vívott küzdelmére. Bejelentette, hogy Petőfi Sándor tiszteletére egy kötetet fognak készíteni a költő lefordított műveiből. A Türksoly nevében köszönetet mondott Lezsák Sándornak, a Magyarország gyűlés alelnökének és a fordítói pályázat minden magyar közreműködőjének. Hepinizde uluslar arası Türk kültürü teşkilatı Türksoy ve şahsım adından selamlıyor. Macaristan'ın bağımsızlık yolunda can veren kahramanlara saygılı anıyorum. Macar kardeşlerimizin bağımsızlık mücadelesinin yıl dönümü sebeple bir araya geldiğimiz bu toplantında bulunmaktan dolayı kesiyetten sevinci bildirmek istiyorum. Bu sebeple başta Macaristan Ulusal Parlamentosu Başkanı Yardımcısı Sayın Sándor Lezsák olmak üzere bu projede emeği geçen bütün Macar yetkililerimizin şahsın ve Türksoy Taşkilatı'nın adına en içten teşekkürlerimi sunuyor. Yüzlerce şiiri içerisinde yana çıkarak derece alan şairlerimizi tebrik ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. A magyarországi látogatás alkalmával Lezsák Sándor fogadta a győzteseket a magyar parlamentben, ahol sajtótájékoztató keretében ismertette a pályázatot és a győzteseket a sajtóképviselőinek. Böyle bir şairi yani Sándor Petöfi'yi Azerbaycan diline çevirmekten, Azerbaycan okurlarına tanıtmaktan memnunum. Petöfi'nin şiirlerinde özgürlük ve aşk temel konulardır. Onun şiirini okuyan insanların dünyaya her zaman barış, sevgi ve özgürlük dilediğini umuyorum. Soğuşun de benim için ötürülükün sınak buldu bu. Kadir Mirzalev siyahtı klasik ağını audargandan keyin Sándor Petöfi'yi kaytına odarım, benim için ürkün sınak oldu. İnşallah bundan sonra Türk dünyası ve Macaristan ortasında büyük böyle hizmetler, böyle medeni hizmetler daha büyüyecek diye düşünüyorum. Sizleri görmekten çok mutluyum, teşekkürler. Macaristan için vatanseverlik, insanlık için, hümanitarizm için özgürlük, edebiyat için içtenlik. Sándor Petöfi adatlığın, sevgüyünün, dostluğun şahiri. Gelecekte de bizim şu katlaşıklarımızın dostlukla tahtı ütmeğini arzu ediyen sağ olayım. У нас очень любит венгерский литературу, в том числе Sándor Petöfi стихотворение. Спасибо за внимание.
продолжаем переводить. И это наше, это очень рад мы, я счастлив передать привет от узбекского народа венгерскому мажорскому народу. A műfordítók tartalmas programon vettek részt. Látogatást tettek Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeumban, jártak Kiskörösön Petőfi Sándor szülőházánál, kirándultak Ópusztaszeren, ahol megtekinthették Feszti Árpád nemzetközileg ismert körképét, a Magyarok bejövetele című alkotást is. A nemzetközi műfordítói pályázat a Magyar Miniszterelnökség, a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Népfőiskola Alapítvány, Kiskunfélegyháza önkormányzata, a Magyar Írószövetség, a Magyar Művészeti Akadémia, a Nemzeti Művelődési Intézet, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Tolsztoj Társaság támogatásával valósult meg.